Városunkba látogatott a kazak nagykövet. Mint megtudtuk, a kazak testvéreink is nagyon szeretik a birkapörköltet, illetve a birkából készült ételeket. Üdvözlöm Abradzsó Zsanibek kazak nagykövet urat. Járt-e már itt nálunk Karcagon, illetőleg a birkafőző napján? Először voltam itt 2020-ban, januárban, és Karcag nagyon baráti város nekünk, mert tudja, itt a Kun szövetség van, és a Varga Mihály úr, és Kovács úr. Itt születik, és mi persze Karcag nekünk Kazahsztán részére, ez nagyon közel város. Mert ez ilyen baráti, rokonai város. Mennyire fogják és hogyan fogják a birkafőző napját, a birkafőző fesztivál hírét vinni majd haza? Egyébként ez a fesztivál, birkafőző fesztivál, Kazahsztánban is nagyon szeretik, és nálunk van ilyen étel. Egy picit másképpen csinálják, de ez nálunk is nagyon híres. Tehát persze nálunk Kazahsztánban nincs olyan fesztivál, mint itt Magyarországon, de mi mindenképpen Kazahsztánban ezt hirdetjük, hogy itt Magyarországon, Karcagon szoktak ilyen fesztivál csinálni, a birkafőző fesztivál. Mivel ez Kazahsztánban is van. Miért kiemelten fontos a kazakok és a magyarok közti nagyon jó viszony ápolása? Elsősorban Magyarország az stratégiai ország Kazahsztánnak, és jövőről Kazahsztán és Magyarország közötti diplomácia kapcsolatnak 30 éve lesz, és utána persze Kazahsztán és Magyarország kapcsolatai nagyon rokonai kapcsolatok, és vidécségi igazolvány elismerése volt. Köszönjük szépen, és várjuk önöket vissza jövőre is. Itt a Karcagból származik a Mondoki is, van Gyulán, igenis ez a türkológusok, akik nagyon hatásos volt a kapcsolatunkra is. És Karcag ez ilyen szent város nekünk. Mi úgy gondoljuk, mert az, ahogy mondta, a rokonai kapcsolatunk van, és azért Karcag ez legközelebb, igen, a város nekünk.